A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop. A forgatási helyszínt a Marmara Hotel Budapest biztosította. A műsor együttműködő partnere a Momentum. Prémium étrendkiegészítő az agy normál működéséért, a szellemi frissesség és a memória fenntartásáért. Őri fotó. Legyen képet hozzá! Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte. Együttműködő partnerünk a magyarzene.eu. Zenei hírek, riportok, lemezek, koncertek. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Szereted, ha valaki felnyitja a szemed? Igénylem is, igen? Hogy nyissa fel a szemem, ja. Igen. Ha tud valamit, ami szerint te éppen mondjuk alszol, most így idézőjelesen mondom, tehát nem tudsz róla, akkor szinte kötelessége is szólnia neked, és addig mondania, amíg felnyitja a szemed? Igen, így érted? Igen. Egyébként én is így vagyok. Igen. Mert hiszem azt, hogy kapok valami olyan mondatot, vagy akár csak egy olyan arcmimikát, amitől jön a felébredés, uh-huh. Hogy aha, oké, akkor innentől kezdve ezt nem így fogom csinálni, hanem úgy. És akkor nyitott is vagy a váltásra, hogy egy korábbi hiedelmedet egyszerűen félreteszed, hogy hát akkor... Ja, mostanáig végig tévedtem. Nem ezt, feltétlenül. Hát nem szívesen, inkább úgy mondod, de... A makacságom miatt. Megvan a makacság? Ajaj, nagyon. Tehát a makacságom néha nem engedi azt, hogy... Tehát ő azt diktálja olyankor, hogy de hát... Na de meg voltál már... eddig győződve arról, hogy ez így van. De ha már tudsz arról a másikról, azt már akkor nem lehet úgy tenni, mintha nem tudnál róla. Tehát... Idő telik el, igen? Ahhoz, hogy... rájöjjek, hogy sajnos nem nekem volt igazam. Tényleg? Tehát ha igen. Mondjuk egy kicsit valamit valaki mond, érzed, hogy az lehet, hogy tényleg úgy van, félre tudod tenni akár egy időre, hogy igen. Jó, nem, mégse, inkább úgy van, ahogy én hiszem. Igen. Ha eltelik egy kis idő, és ez idő alatt átgondolom, és rájövök, hogy neki van ebben igazsága, akkor viszont változtatok rajta, uh-huh. Igen. Nehéz észrevenni, hogy ami történik, az éppen szemfelnyitás. Na, hát igen. Nem, menet közben nem tudja az ember. Igen, igen. Mert lehet, hogy csak sima támadásnak érződik, vagy kellemetlenkedésnek. Így, ahogy mondod egyébként sokszor, valószínűleg pont ennek érzi a legtöbb ember támadásnak, vagy kellemetlenkedés, azt mondtad, de... Igen. És hát nyilván nehéz, főleg, hogyha az embernek nem nincs magától egy olyan érzés, hogy valami rosszul tud, vagy rossz irányba halad. Vagy nyitottság, hát azt az ember nem tudja, miközben benne van, hogy rossz irányba halad, hanem azt hiszi, hogy jó irányba halad. De azért kérdezem a nyitottságot, hogy benned van egy nyitottság arra, hogy az eddigi valamilyen hozzáállásodat félreted, hogyha kiderül, hogy az egy badarság. Én sokszor csináltam már ilyet szerintem, már hogy félretettem, meg én meg szoktam vizsgálni a bármiféle információt, amit hallok, de nagyon sok ember gondolja, amikor mond valamit, hogy az az ő gondolata, és akkor én meg hallom, hogy de hát ezt tegnap hallatta ebbe a tévében, meg azt találni, tehát hogy nagyon sokszor működnek olyan információk vagy adatok alapján, ami nem a sajátjuk, és nem is igaz, csak megtetszett nekik, és akkor az ott ők is mondják. És ezeket nehéz végighallgatni, mert... De mi a saját? Hát az lenne a saját, de még az se saját, ha évekig fennülnél a mező tetején, vagy a domb tetején egyedül, de az se saját, mert tulajdonképpen akkor is össze vagyunk kapcsolva, gondolatilag is, tehát... Persze, hát alapvetően csak mondom, ez az elemző gondolkodás az, ami talán közel áll hozzám, meg ami üdvözítő lenne a mindenki számára.
egyszer volt egy olyan, hogy megnéztem, van egy fix stand-upon Becsenyei Ferenc a főszereplő benne, anekdota gyűjtemény, és azt én mesélem, amióta a Nemzeti Színház tagja voltam 91-ben, azóta mesélem. És azt hittem, hogy mindig tökéletesen mesélem, hiszen az kb. Úgy mesélem, hogy megtörtént, és mindig nagyon sokat nevettek rajta, és tapsoltak is. És egyszer a Kecskeméti Színházban voltam egy gálán, és elküldték DVD-n. És ott is nagyon nagy sikerem volt ugyanezzel a sztorival, és visszanéztem a DVD-n, mert talán szóltam is családnak, hogy na, itt megint mondom, hogy jaj, de jól mondom ezt, és kezdtük így nézni, és akkor van egy rész, ahol halandzsázok, és rosszul mondtam, és azt ugyanúgy rögtek rajta, és ez nem egy komoly dologban, nem is tudom már teljesen visszaidézni azt, mert a halandzsát is úgy kell mondani, hogy abban a ritmusban kell mondani, ami segít, hogy kijöjjön a poén, tehát ez a, idézem szó szerint, hú-ha-ha-ha-hu-ha, az a szöveg, és ott ezt nem mondtam, hanem valami nem tudom mit, ami ritmusában nem jön ki, így is kijött a poén, később, de néztem, hogy ez hogy? És akkor rájöttem, hogy nem csináltam jól, pedig meg voltam győződve róla, hogy az úgy jó. Számomra ezt a fajta szemkinyitást az irodalom jelenti. Tehát én nekem számtalan szó előfordul, hogy ha olvasok valamit, akkor felkiáltok hangosan akár. Hát ez elképesztő. Ez egy olyan meglátás, ami akár az enyém is lehetne, és hogy mi tényleg valóban mekkora nagy igazság. Hétköznapi beszélgetésekben arra készen állsz és nyitott, vagy hogy egyszerűen valakivel beszélgetsz, és valaki egyszerűen úgy elmagyaráz neked valamit, hogy be kell látni, hogy az, amit a másik mond, az egyszerűen úgy van. Ezt úgy érted, hogy befolyásolható vagyok-e? Hát, így is lenne, de nem erre gondolok, hanem hogy megvan-e benned a nyitottság arra, hogyha valaki tényleg fel tudja nyitni a szemed, akkor akarod-e, engeded-e, szereted-e? Hát nézd, ez mindenképpen korkérdés. Elértem a 71. évemet, és most már nehezebben kapkodom a fejemet. Most már az ember az van vele, hogy én láttam ezt is, meg az ellenkezőit is. Hát és pont ezért akkor miben hisz az ember? Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Uh-huh. És az én korosztályom erősen meg van lökve ez ügyben. Hogy most miben higgyünk? Hát, hogy most akkor tényleg miben is olyan elképzelhető, hogy például valamiről azért nem is akarsz hallani sem, mert esetleg megbolygatná az eddigi hiedelmedet, és akkor inkább ja, erről ne beszéljünk. Nem lehet azt mondani, hogy dogmatikus vagyok, azt nem lehetne mondani, de hát meg, hogy prekoncepcióim vannak, de hát van egy világnézetem, ami azért ezek alapján, amiket az előbb ugye említettem, ki kellett, hogy alakuljon. Mert ha nem alakul ki, akkor az ember tényleg csak sodródik. Így is valamennyire sodródik az ember, de hát kell, hogy legyen azért valami vezérelv, ami szerint gondolkodunk, beszélgetünk, írunk, olvasunk, könyvet választunk, színházat választunk, barátot választunk. Ilyen van, hogy egy barát egyszer csak kiderül, hogy nem barát. Nekem is van ilyen egészen közeli élményem. Nem is értem miért, hogyan. Tehát ahogy öregszünk, a vastag bőr is egyre vastagabb lesz. Többet bírunk. Azt mondod, hát többet, oké, de közben meg olyan, mintha mindig fel lehetne ébredni, nem? Hogy eddig valamiben hittél, abból felébredsz. Ja, akkor nem is az van, hanem ez, és aztán ebből is fel lehet ébredni. Hát igen, csak konzekvensnek is kell lenni valamennyire, tehát nem lehet állandóan ébredezgetni. És nem lehet. És másik hálószobába menni. Kell legyen az embernek világnézete. Amihez ragaszkodik valamelyest. Valamelyest ragaszkodik, mert jönnek az információk folyamatosan. És ezek módosítják valamilyen módon nyilvánvalóan, hogy egy másik beszélgetésben szó volt róla, ugye olyan mennyiségű információ és olyan távolságokból és olyan helyekről érkezik, hogy győzze az ember feldolgozni.
szüleim elvesztése után nagyon átértékelődött. Akkor az élet nyitotta fel a szememet, hogy most más pozícióba kerültem. Mindig azt mondom, hogy amíg élnek a szülők, és hogyha az ember jó kapcsolatban van velük, akkor ők eltakarják a napot. Aztán utána elmennek, ugyanúgy fel kell a nap, és ott vagyok egyedül. Most hiába van házastársam, vagy barátom, vagy párom, akkor is az ember egyedül marad. És más pozícióba kerül a saját maga életébe. Ez nagyon nagy ráébredés volt. Szerintem akkor nagyon sokat komolyodtam. A fiatal koromban a másik nagy ráébredésem az volt, hogy nem minden felnőtt olyan jó ember, mint a szüleim. Hogy ők is hazudhatnak, hogy ők is akarhatnak rosszat. Ez nagyon fájdalmas volt. Ez a 10 éves, 20-as éveim elején volt. Nem mindenki jó, akkor igen, érted. Vagy jó akaratú inkább. Mm. Nem mindenki akar jót. Neked? Vagy nem csak egyáltalán. Nekem, úgy egyáltalán. És a saját környezetemben is azt látom, hogy hát ahogy megy az élet előre, ez a naivitás tűnik el, és ezzel sok mindenre ráébred az ember. Hát de azért teljesen ne tűnjön el az a fajta, azt mondod, naivitás, amiről még korábban egyszer beszéltünk, hogy belelátni a másikba a jót. Azt tulajdonképpen van, aki ezt naivitásnak mondja, van, aki pedig azt mondja, hogy egy nagy hit. Hogy ott van az a másik ember, lehet, hogy egy gonosztevő, de ha te belelátod a jót is, akkor az egyszerűen életre tud kelni. Igen. Lehet, hogy csak egy percre, de lehet, hogy megmarad. Az ilyen ráébredés például az anyagi dolgok. Hogy a tudatos pénzügyi tervezés, hogy mennyire nem foglalkoztam szerintem időben azzal, hogy megteremtsem az anyagi jólétet magam körül, az anyagi biztonságot. És erre a férjem és a legjobb barátnőm segítségével tudtam ráébredni, hogy azt nem jól csinálom, de nagyon nem jól. És ahogy változtattam rajta, már rövid időn belül nagyon sok olyan dolog történt, ami visszaigazolt, hogy igen, ez volt a helyes döntés. Nagyon sok emberrel találkozok, nagyon sok nagy művésszel, döntéshozó emberekkel vagyok kapcsolatban, így a művészi területen, és látom, amik történnek körülöttem, na hát az is egy nagy tanulság. Felébredezel, néha rálász, néha dolgot. Sajnos rá, igen. Hirtelen kinyílik a szemed, hogy ja, ez így működik? Igen, igen. Jézusom, hát én ezt nem tudtam így. Majd nem akarom tudni inkább. Na, ilyen is lehet egyébként, hogy valamiről inkább, de hát már akkor nem tudsz róla nem tudni, ha már egyszer igen. Megtudtad, éreztél igen, már igen. Ilyet, hogy Istenem, erről bárcsak soha ne tudtam volna. Sokszor. Igen, tényleg? Sokszor. De már megtudtad. Igen. Fájdalomból ébredtél már fel hirtelen? Hogy egyszerre csak mondjuk napokig, hetekig valami nagyon fájt, egy tragédia valami, és aztán egyszer csak így hirtelen, mintha felébredtél volna belőle, hogy láttad, hogy süt a nap, és hirtelen felébredtél. Persze voltak, igen. De ezt így felidézel egy ilyen élményt? Hát volt nekem egy nagyon nagy szerelmem, ő egy híres operaénekesnőnek a fia, és én azt hittem tényleg, hogy minden rendben van. Aztán végül is kiderült, hogy ő annyira megrémült, hogy én is operaénekes akarok lenni, hogy inkább így eltaszított magától. Az nagyon fájt. Mert ugye én megmondtam, hogy mindenki olyat választ, mint az anyja. De hogy így nem, egyszerűen nem tudtam rábeszélni semmilyen úton, módon, hogy én vagyok neki a megfelelő, az nagyon megviselt. Az nagyon arcolt. Az igen, igen, igen. És Azt évekig hevertem. És érdekes volt, hogy amikor már meg ő keresett volna, évekkel később, akkor már nem tudtam fogadni. Mert egyszerűen bennem volt az a félsz, hogy mi van, megint azt mondja, hogy nem én vagyok az igazi. Hát egyébként nem ő az igazi neked. Igen, hát ez szerint kiderült. Most már kiderült. Csak hogy így, ez azért nagyon nehéz volt elfogadni.
a fájdalomból ott volt egy pont, amikor volt. Hirtelen felébredtél ebből a Király utcánál voltam, és ott ment el előttem a villamos, emlékszem rá. Ott és felhívott telefonon, és akkor mondtam neki, hogy nem tudok vele találkozni. És akkor ébredtél fel a hosszú évekig tartó fájdalomból? Igen. Akkor ébredtél fel a hosszú évekig tartó fájdalomból? Igen. Örömből is fel lehet ébredni. Igen, mondjuk akkor esetleg tragédia történik. Nekem ez 2017-ben volt, amikor Szegeden megkaptam egy a Varázsfúvolának az Éjkirálynő szerepét énekeltem egy évadban, és ugye a szüleim egyszerű szülők voltak, apukám tanár volt, anyukám ápolónő. Amikor én azt mondtam, hogy operaénekes akarok lenni, akkor ők nem mondták azt, hogy nem. Hát ez volt a természetes. Szóval, hogy ők tényleg így nagyon-nagyon támogatók voltak, és hogy apukám már nem érte meg azt a sikert, de anyukám még megérte. De pont akkor halt meg, amikor énekeltem a szerepet. Már nem tudott megnézni. És emlékszem, hogy mondom, itt vagyok, és mondom, énekelem, és azt, ahol szeretném, és tényleg legnagyobb sikereimet érem el, és hogy szegény már nem tudott ott lenni velem. És amikor már haldoklott, akkor is mentek az előadások. És akkor kérdezték, hogy nem mondom le, és mondtam, hogy hát mondom, engem anyukám biztos, hogy fejbe vágna, hogyha én lemondanék egy előadást. És az utolsót kellett csak lemondanom, mert akkor már nagyon nagy volt a baj, de hogy azt az örömet nem tudtam megélni. Például a gyerek születésének az örömét az apukám halála miatt nem tudtam megélni. Akkor halt meg az apukám, amikor született a lányom. Ez rettenetes volt. Szóval mondtam is, hogy így mindig el szoktam így poénkodni ezeket a nagy dolgokat, hogy na én nem szülök még egyet, mert akkor megint meghal valaki. De tényleg ilyen, ez nagyon nehéz volt, hogy apu ment, akivel nagyon-nagyon közel álltunk egymáshoz, jött a gyermek, akkor révbe értem, akkor anyu ment, és akkor ez fájdalmas volt, hogy a legnagyobb örömbe ott volt a legnagyobb bánat is. De aztán utána meg nem tudom, hogy kisimul az élet, vagy meg hát én is haladok előre a korral. Tulajdonképpen hangulatokból is néha kiébredünk. Igen. A depresszióból is egyszer csak kiébred az ember. Hát én talán kilépek. Még a fájdalmas is, de túllépek. És ez azért is fáj azoknak az embereknek, akik benne tudnak ragadni, mert csak azt látják, hogy túllépek. És akkor én azt mondják, hogy szívtelen vagyok, de nem. Saját magam érdekébe teszem. Mert ez nekem így jó. Egyébként fizikai, hogyha valami nagyon rossz, volt persze már az életemben olyan, akkor fizikai megmutatkozása is van nálam. Például, hogyha néha belekerülök olyan helyzetbe, ami nekem nagyon rossz, akkor hány ingerem van? Az olyan érdekes. És ezt nem is tudtam sokáig. Csak egyszer úgy, hoppá, most megint. És akkor ezen így, amikor tudom, hogy ez van, akkor tudom, hogy változtatni kell. Meg sokat beszélgetünk például itt, azt, hogy hozzám közel álló emberekkel én tényleg sokat beszélgetek, és mondta a barátnőm is, hogy amikor kértem tőle valami tanácsot, jó, de akkor legyél őszinte, hogy olyan tanácsot tudjak adni, vagy olyat tudjak mondani, ami nem visz félre. Például itt az anyagi dolgokba. Hogy megmondtam, hogy én ezt szeretném elérni. És akkor mondta, hogy így, ahogy élsz, az nem lehet. De amikor már láttam, hogy saját erejéből miket megvalósít, és ugyanonnan indulunk, és mondtam, hogy de én is szeretnék, és akkor taníts meg rá. És akkor kénytelen voltam odafigyelni. Most meg azt mondom, hogy tényleg most aratom ennek a gyümölcsét. Mm-hmm. És ami meg számomra fontos, itt a ráébredésekkel kapcsolatban, hogy mindig arra ébredek rá, hogy legfontosabb a család. Legfontosabb a család. De szerintem ez mindenkinél így van, akinek gyereke van. Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop.
A forgatási helyszínt a Marmara Hotel Budapest biztosította. A műsor együttműködő partnere a Momentum. Prémium étrend kiegészítő az agy normál működéséért, a szellemi frissesség és a memória fenntartásáért. Őri fotó. Legyen képet hozzá. Együttműködő partnerünk a magyarzene.eu. Zenei hírek, riportok, lemezek, koncertek. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte.